Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Am letzten Samstag im Juli traten fast 50 deutsche Kulturgruppen aus Ungarn in der Veszprém Arena bei der Jubiläumsgala zum 25-jährigen Jubiläum des Landesrates auf. Zu der Veranstaltung kamen Chöre, Volkstanzgruppen und Bands aus verschiedenen Regionen des Landes, einschließlich der Komitate Branau und Tolnau. Die Anwesenden wurden von Imre Ritter, Mitglied des Deutschen Bundestages, und Ibolya Engländer-Nehok, der Präsidentin der Nationalen Selbstverwaltung der Ungarn-Deutschen, begrüßt. Der Nationalrat der ungarischen deutschen Gesang-, Musik- und Tanzgruppen, der Landesrat, ist seit 1996 aktiv. Das Hauptziel der Organisation ist Bewahrung und Pflege der Identität der deutschen Nationalität in Ungarn, seiner Muttersprache und seines musikalischen Erbes sowie des kulturellen und religiösen Lebens und seiner Traditionen weiterzugeben. Als nationaler Dachverband hat er seit 26 Jahren 268 registrierte Mitglieder und Mitgliedsvereine, Erwachsenen-, Jugend- und Kinderkulturgruppen, rund 7500 Mitglieder Ungarndeutschtum. Damit ist sie eine der größten Minderheitengruppen in Ungarn. Der Landesrat wurde dazu gegründet, um die Musik, Gesang und Tanztraditionen der deutschen Nationalität unter besonderer Berücksichtigung zu pflegen für die Ausbildung und Einbindung der jungen Generation. Sie organisiert regelmäßig regionale und überregionale Veranstaltungen, Festivals, bei denen die teilnehmenden Gruppen nach eigenen Kriterien eingeteilt werden. Der erfolgreichsten Gruppen sind ständige Teilnehmer des festlichen Programms der Nationalgala von der Nationalen Selbstverwaltung der Ungarndeutschen. Am letzten Samstag im Juli, fast 50 ungarndeutschen Kulturgruppen traten in der Veszprém Arena zum 25-jährigen Bestehen des Landesrats auf Jubiläumsgala. Landesrat 25 plusz egy évvel ezelőtt, 1996-ban alakult. Báling Józsi bácsi és Fódi János ötlete, elképzelése alapján, hogy a rendszerváltás után, időben a magyarországi németek kultúráját, az ének, zene és tánc kultúráját muszáj összefognunk, muszáj a megbecsülésünként összefogni, és a jövő számára is megőrizni. Így alakult meg 1996-ban a Landesrat. Legfőbb célunk, hogy az ének, zene és tánc anyanyelvünk azt minőségében adhassuk tovább a következő generációra. Ezért mi egy minősítési rendszert építettünk fel, 270 csoport tagja a Landesratnak, és a 270 csoport ének, zene és tánc bizony 3 év alatt a 90%-a fontosnak tartja, hogy a zsűri elé odaálljon, és elfogadja az ő szakmai javaslatukat, hogy a próbáikon azt próbálják meg megvalósítani. Nagyon fontos, hogy mi egy amatőr csoport vagyunk, tehát 270 amatőr csoport munkáját fogjuk össze, viszont ők az élő hagyományőrzők, akik a településen, a német-sváb közösségekben, a helyi rendezvényeken ezt a zenét, az éneket és a táncot képviselik. 2012 óta vagyok elnöke a Landesratnak, tagja 97 óta, és hát annál hitelesebb dolog nincs, mint hogyha maga az elnök is zenél, énekel vagy táncol. Az én nagy szerelmem a harmonika, most már több mint 40 éve rajtam van. Ez a vitamin, ez adja mindennapokban az erőt, az élet többi része pedig egy stratégiai játék, így aztán ezt a temperamentumot igyekszünk átörökíteni
a Landesrátban is. Anwesend waren sie von Imre Ritter und Engländerné Hoki Boya, die Präsidentin der Nationalen Selbstverwaltung der Ungardeutschen begrüßt. Also der Landesrat ist eine Vereinigung von mehreren Vereinen und Zivilorganisationen, der vor 25 Jahren entstanden ist, von der Idee oder nach der Idee von Josef Baling und Herrn Janos Fodi. Es ist eine Vereinigung, die unsere Kultur, vielfältige Kultur verkörpert und die auch, oder der auch der Landesrat dafür sorgt, dass wir authentische Kultur vermitteln und dass wir Qualität sichern. Und wir sind stolz auf die Arbeit der LDU, auf die Arbeit des Landesrates, und ich denke, es ist ein sehr wichtiger Schritt damals gewesen, und auch dieses heutige Programm zeigt, wie das ganze Ungarn-Deutschtum durch diesen Landesrat zusammengehalten werden kann. Ziel der Landesrats ist die Wahrung der Identität des deutschen Volkes, Pflege ihres Erbes, seiner Muttersprache und Musik und die Weitergeben ihrer kulturellen und religiösen Traditionen. Ezt már a tavaly évre terveztük, ezt a hatalmas rendezvényt, ugye közben szólt a Covid, így egy évvel el kellett ezt halasszuk, toljuk. Rengeteg online megbeszélés, rengeteg tervezést, rengeteg mondhatni idegeskedést is okozott ez a rendezvénynek való megszervezése. Itt hát én nem is tudom, hogy milyen számokat merjek mondani, hogy pontos legyek és ne trafáljak mellé. Körülbelül 50 település csoportjai vannak itten összefogva ebben a munkában. A szervezőbizottság az 9 főből állt, természetesen mögötte a Landesratnak a mondhatni vezérkara is, tehát a vezetőség is mögött állt. Rengeteg ötlettel, rengeteg talán mondhatni tapasztalattal is, már 6 évvel ezelőtt is egy hasonló rendezvényt szerveztünk itt ebben az arénában. Adnak a esetleges hibáit próbáltuk itt orvosolni, remélem, hogy sikerült. Hatalmas munka, és most, hogy túl vagyunk az első fél időn, merhetem mondani, hogy sikerült és megérte. József Emert ist derzeit der Leiter der Allgemeinen Kulturzentrum der Ungardeutschen. Leitet seine institutionelle Einheit und begleitet die Tanzgruppe der Schule, den Chor, das Swimming-Duo und die Rosenkranz-Chor aus Baja auf dem Akkordeon. In 2019 verlieh ihm die Nationale Selbstverwaltung der Ungardeutschen das goldene Ehrenzeichen für seine Tätigkeiten für die Ungardeutschen Gemeinde. Ja, ich bin sehr stolz, dass wir aus Wemind, auch mit dem Wemindder Duo, heute hier sein dürfen. Denn es ist hier ein sehr schöner Tag, weil wir hier sehr schöne Tänze sehen. Die Kapelle leistet was ganz Großartiges heute. Sie begleiten alles mit Blasmusik. Und dass jetzt so viele Sänger und so viele Tänzer auf einmal auf der Bühne stehen, das ist natürlich nicht eine alltägliche Produktion. Sowas zu sehen, das ist an diesem Sommertag wirklich was Großartiges. Ja, das Wemindder Duo singt heute mit dem Bonharder Chor in der zweiten Hälfte. Also wir waren noch nicht dran, aber wir hatten jetzt das Glück, die erste Hälfte des Programms von oben zuschauen zu dürfen. Wir singen 5 Lieder und bei einem Lied singt das Wemindder Duo solo und dann kommt der Chor und das alles mit Zitterbegleitung und auch mit Akkordeonbegleitung. Und ich freue mich, dass wir hier sein dürfen heute, denn das ist wirklich auch Traditionspflege. Und was mich besonders freut, dass wir hier heute sehr viele Jugendliche sehen, Kindergruppen, die natürlich sehr schön tanzen und singen können. Und denn in Baja, im Ungarndeutschen Bildungszentrum, wollen wir das auch machen, dass die Kinder von unserer Traditionen viel dazulernen, denn wir haben dort eine Ulmer Schachtel, einen Lehrpfad, den man besichtigen kann, und dort wird diese Kultur auch sehr schön gezeigt und erklärt, und natürlich kann man mit solchen Dingen auch bei den Jugendlichen die Identität stärken.
Bei der Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum treten auch Gruppen aus dem Komitat Branau und Tonau auf. Ifjúsági csoporttal érkeztem, ugye akkor, amikor mi minősültünk, mert ugye ide minősített csoportok jöhetnek el, aranyminősítést szereztünk, és ezzel jutottunk be ide a mai programra. Akkor még gyermektán csoportnak számítottunk, de eltelt azóta egy jó pár év, és azóta már ugye ifjúsági csoportként lépünk fel. Nagyon nagy örömmel készültünk ide, nagyon sokat próbáltunk, nagyon jó volt csapatépítés szempontjából is, hiszen nagyon sok időt töltöttünk együtt, nagyon élvezték a gyerekek, és ezt a mai fergeteges programot is ekkora színpadon, ilyen sok néző előtt, ez nagyon-nagyon jó érzés fellépni. Az akkori műsorunkat kellett egy kicsit átalakítani, hiszen a gyermekcsoportok egy potpurit adnak elő. Ez azt jelenti, hogy 5 csoportból lett egy nagy koreográfia összeállítva, és forgórendszerűen jöttek a színpadra a csoportok, és a végén az 5 táncsoport együtt adott egy közös produkciót. Arra kellett sokkal többet készülnünk, hiszen az nem a mi lépésünk volt, meg a végén lesz még egy finálé rész, ahol még egyszer fel fognak lépni, de mivel át kellett azért mégis egy kicsit alakítani, így nagyon, nagyon érdekes próbáink voltak. Der Verband von Ungarischen Höre, Bands und Volksmusikensembles in der Kategorie Nationalität verlieh im 2019 Tibor Németh aus Großmannok, einem Absolventen aus dem Gebiet der ungarischen Musikkultur, den Kota-Preis in Anerkennung seiner herausragenden Arbeit. Wir haben die südliche Komitaten zusammengesammelt und mit 8 Choren hierher gekommen. Und wir haben ein 5 Lieder Strauß zusammengestellt. Und das werden wir in der zweiten Teil singen. Diese Volkslieder, was wir vortragen, die sind alle echte ungarische Volkslieder, die bei uns in der Gegend von Branau und Tonau gesammelt wurden. Und das versuchen wir natürlich traditionell zu singen oder vortragen. Ja. Das dauerte sehr lange. Das haben wir schon vor 2 Jahren angefangen übrigens, aber damals kam die Pandemie und wir hatten 2 Jahre Pause. Wir konnten das leider nicht leisten, aber jetzt, dieses Jahr, ist es endlich gelungen.
Die Musik und der Tanz hörten auf dem Vorplatz der Westfilmarena auch in der Pause der Jubiläumsshow nicht auf. Die Darsteller verstärkten die Atmosphäre. Vecsésre jöttünk, a Vecsésen Nachtigallen kórussal jöttem, és gyönyörű szép a műsor. Szívet melengető. Én azt gondolom, hogy nagyon jól összerakott műsor az énekarokkal, zenekarokkal, táncosokkal. Aztán megérdemeljük, hogy 25 éves jubileumot így ünnepelünk. Szerintem nagyon jól fel van építve. Ugye egy kicsit izgalmas volt így fellépni, hogy egyvelegben voltunk. Heti szinten vannak táncpróbáink. Ez a fő profilja szerintem így a Táncsoport Egyesületnek, de szoktunk tartani különböző foglalkozásokat, ahol a felnőtt csoportunk, a gyerekcsoportunk és az ifjúsági csoport is egybe gyűlik, és akkor mondjuk ilyen szüret, és akkor megnézzük a borkészítés folyamatait például. Rengeteg féle, nekünk így a csoport az különféle szoknyákat, forcokja, mintákat, pont azért, mert régen sem volt egyforma mindenkinek, úgyhogy úgy azt gondoljuk, hogy lehet vegyes. Általában ilyen két-három alsó szoknyát szoktunk azért hordani, hogy szépen tartson, szépen álljon. Mindenkinek másféle, mindenki maga tudja kiválasztani, milyen színűt szeretne, a mellény az, ami egységes, illetve a kötény. Fekete cipő, fekete kötény, ez az, ami így általános dolog, a többit mindenki maga tudja kiválasztani magának, ami neki tetszik, amilyet szeretne. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.